Így van, Potápi Árpád János államtitkár a vendégünk. Jó estét! Csókolom, jó estét kívánok! Valóban, ahogy Bogi is elmondta, közel 10 éve indult el a Mi Keskelemen program. Ennek mi volt a célja, miért indították el? 2013-ban a Magyar Diaszpora Tanács kérésére indítottuk el ezt a programot. A Magyar Diaszpora Tanács azokból a küldöttekből áll, akik a diaszpora magyarságát, tehát az emigrációs magyarságot képviselik Nyugat-Európában, illetve a tengeren túlon. Tudni kell azt, hogy az elmúlt egy-másfél évszázadban, de főleg 45, illetve 1956 után nagy magyar szigetek, közösségek jöttek létre a világszerte, és ezek a közösségek létrehozták az intézményeiket, létrehozták az iskoláikat, egyházaikat, könyvtáraikat. Sok emigráns, katonatiszt, politikus, közéleti személyiség hagyta el Magyarországot, és gyakorlatilag ezeknél a közösségeknél kincsek halmozódtak fel. Könyvtárak, személyes tárgyak, olyan eszközök, amelyeket ezek az emberek, közösségek használtak, és gyakorlatilag a közösségek egy része előregedett, más része, vagy az emigráns politikusok jó része meghalt, családtagok nem tudnak mit kezdeni a hagyatékokkal, egyáltalán a könyvtárakkal sem nagyon tudnak mit kezdeni, mert a magyar közösségek lehet, hogy már nem is abban a városrészben élnek, ahol ezek a könyvtárak, illetve intézmények vannak, és ezért gyakorlatilag azzal kerestek meg bennünket, hogy itthon jobban tudnánk hasznosítani ezeket, illetve a magyar közvélemény elé tárni, vagy akár a Kárpát-medencei magyar közösségeknek odaadni, akkor ezeket hozzuk haza. Ez volt az alapötlet. 14-től kezdtük el ezeket hazaszállítani. 14 és 19 között 9 észak-amerikai, dél-amerikai ország, Németország, Ausztrália, Új-Zélandról közel 20, ha jól emlékszem a számra, 29 város több tucat magyar közösségének a felajánlott örökségét vagy hagyatékát próbáltuk meg hazahozni, ez közel 5500 dobozt jelentett, ami 230 ezer dokumentumot jelentett. Ugye most egy dokumentumnak számít egy levél, egy könyv vagy egy másik tárgy, és ezeket szállítottuk haza. Ezeknek a feldolgozásában az Országos Széchenyi Levéltár, illetve a könyvtár, illetve a levéltár segített, és ők a szakmai tevékenységet látták el, és egy felületet is hoztunk létre annak érdekében, hogy azok a magánszemélyek, azok az intézmények, közösségek, akik itthon Kárpát-medencében számítanak mondjuk ezekre az anyagokra, vagy szívesen vennék, hogyha oda kerülne, akkor ők bejelentkezhessenek. Így több tízezer könyvet tudtunk különböző intézeteknek, civil szervezeteknek, egyházi szervezeteknek eljuttatni az elmúlt években. Úgyhogy ebből a szempontból nagyon hasznos volt ez a Mi Keskelemen program. Most azért mondom, hogy volt, nem zártuk még le, de nagy részt látjuk azt, hogy amit lehetett, vagy ami tényleg értéket képviselt, azt hazahoztuk. Egyébként Körösi Csoma Sándor ösztöndíjasaink, illetve külön ösztöndíjasokat is a vége felé már kiküldtünk a nagy diaszpora közösségekhez, annak érdekében, hogy mielőtt konténerbe tennénk, és viszonylag drága pénzen hazahoznánk ezeket a dokumentumokat, vizsgálják át, nézzék át, hogy valóban képviselnek-e értékeket, és akkor úgy szállítottuk őket haza. Például milyen dokumentumok kerültek? Azért voltak itt egészen elképesztő. Számos könyvtár jött haza. Tehát hogyha mondjuk egy idős nagyszülő meghalt, és több ezer kötettel rendelkezett, és esetleg az unokák, gyerekek már nem is ott élnek, és nem tudnak vele mit kezdeni, el se tudják szállítani, akkor szóltak nekünk, hogy hozzuk haza. Vagy politikusoknak, katonatiszteknek, a magasrangú tiszteknek a levelezései, vagy személyes visszaemlékezései, főleg az USA-ban, Kanadában, vagy a pápai Magyar Intézet Szent István háztól, Vatikánból tudtunk hazahozni egyházjogi, illetve szépirodalmi műveket. Aztán volt olyan, amikor több száz éves
könyvekre bukkantunk ezekben a hagyatékokban, és ki tudtuk állítani, tehát kiállítást is tudtunk ebből rendezni, de például fotóalbumokat tudtunk hazahozni, vagy olyan használati tárgyakat, régiségeket, amelyeket esetlegesen olyan ismert személyek használtak, mint tudom, Seje János, akikre büszkék vagyunk, akiről például egyetemet neveztünk el.